Kipróbáltuk az önök ízlését. 25 évük volt arra, hogy felépítsék a saját kultúrájukat. Így születtek a valóságsók, a szappanoperák, a Bundesliga frizura, a Pankráció, a Romeo és Julia musical, a gyermekszépségversenyek, Michael Flatley, világslágerek Pánsípra és Okarinára, a hitvány ejtőernyős Elvis imitátorok, a makkos cipő és Richard Lederman. Az önök ízlése leszerepelt. Átvesszük az ügyet, és hozzálátunk a kármentéshez. Ez az önkényes mérvadó a Spirit FM-en. Szervusztok, kedves hallgatók! Szapó Eszter köszönt benneteket, Puzsér Róbert köszönt benneteket, és Horváth Oszkár köszönt benneteket az önkényes mérvadóban. 0630 011 0725 az SMS számunk. A családi pótlék összege 2008 óta nem változott, ez egy gyermek esetén 12.200 forint, két gyermek esetében összesen 26.600 forint, három vagy több gyermek esetében pedig havonta 16.000 forint per gyerek. Ennél magasabb támogatás adókedvezmény formájában lehet jutni, ha jól tudom, de ugye ahhoz, hogy személyi jövedelem adókedvezményt kapjál, először pénzt kell keresned, azaz dolgoznod kell. Fekete Győr András reagált erre a problémára a héten. Eladományozza a gyermeke után járó családi pótlékot Fekete Győr András, és másokat is erre buzdít. A Momentum országgyűlési képviselője Facebook bejegyzésében számolt be arról, hogy nemrég egy hevesi faluban élő 14 éves lányjal és édesanyjával volt alkalma beszélgetni. Ennek kapcsán kifejtette, hogy a család a magyar államtól ugyanannyi családi pótlékot kap, mint ő és a felesége gyermekük után, miközben a most következő időszak még nehezebb lesz a kislány családjának. A politikus hozzátette, tisztában van vele, hogy az ő fiának a boldogulása és a biztonsága nem a családi pótlékon múlik, ezért úgy döntött, hogy a gyermeke után járó pénzt egészen addig a kislány kapja, míg le nem érettségizik. Fekete Győr András szerint igazságtalan a családi pótlék jelenlegi rendszere, politikusként is próbál ezen segíteni, ám apaként itt és most akar legalább azon változtatni, amint tud. A posztban azt is kéri, hogy akinek gyermeke jóléte a családi pótlék összege nélkül is biztosított, az utalja el a pénzt egy olyan családnak, ahol nagyobb szükség van rá. Rendkívül nyálkás és ájtatos Fekete Győr Andrásnak ez a gesztusa. Én nem tudom, hogy miért hozza nyilvánosságra, mi közünk nekünk ehhez. Nem az a cél, hogy eljusson ahhoz a hátrányos helyzetű gyerekhez az a pénz, amire neki nincsen szüksége. Miért nem elég jótékonykodnia? Miért nem elég? Miért kell ebből nyilvánosságot gyártania? Talán csak nem a PR miatt? Talán csak nem a PR-ját kozmetikázza azután, hogy ráégett az ostobasága nagy nyilvánosság előtt, és le kellett vonni azt a következtetést, hogy okos már nem lehet, úgyhogy rágyúr a jóságra? Csak hogy van különbség a jóság meg a jótékonyság között. Lényeges különbség. A jóság az nem spekulatív módon jó, hanem csak jó, mert ez a természete. Az, aki jótékony, az valamit szerezni akar, valamit nyerni akar a jóság látszata által, a jóság látszata révén. És itt valami ilyesmi történik. És nem elég neki, hogy bejelenti és kvázi körbe ünnepelteti magát, mondván, hogy ő itt most föláldoz pénzt annak érdekében, hogy az a lány ott Borsodban, vagy Hevesben kvázi jobb körülmények között nevelkedjen, mint anélkül a családi pótlék nélkül, amit ő átutal, hanem még követendő példát is gyárt magából. Hát nem elég, hogy ő jótékony, nem elég, hogy ezt mások mondjuk megtudják, mert ő kihirdeti és körbe ünnepelteti magát, ez nem elég. Nem elég, hanem az kell, hogy mások nem úgy, hogy példát vesznek róla, látva azt, hogy működik, és azt ellesik, hanem ő felszólítja de őket. De látva hogy? Hogy látnák, ha nem teszik közzé? Mostantól, tudod, de tudod, van a jótékonyságnak is, szerintem álságos, de a jótékonyságnak is vannak ízlés fokozatai.
Az a kategória, amikor nem elégszel meg azzal sem, hogy nyilvánosságra hozod, hanem mindjárt felszólítod a környezetedet arra, hogy vegyél rólam jó példát, persze mától, mert ma voltam jótékony, két héttel ezelőtt még nem volt miről jó példát venni, de mostantól, most, hogy én kifizettem ezt a pénzt, most, hogy az én zsebemből kiesett ez a pénz, essen ki a máséból is, most más is adjon pénzt, mostantól kezdve, hiszen nekem ez hiányozni fog, akkor most legyen mindenki olyan jó, mint én. Robi, ezzel az erővel mindenkiről, aki 500 meg 10 000 forintot adott másnak, leúszhatnánk a vizes lepedőt, ha véletlenül kiderül és nem csendben csinálta. De nem véletlenül. Ezek az emberek a Rivalda fényben dolgoznak, szinte nem tud semmit csinálni, ami nem PR. Lehet azt csinálni, hogy nem is mondod, nem is csinálod. Lehet azt is, hogy csöndben adakozol, de természetesen ezzel azok élnek főleg, akiknek nem jutott valamilyen publikus szerep. Lehet azt is csinálni, hogy cselekszel is és mondod is, mint ebben az esetben, ami szerintem sokkal jobb, mint amikor csak mondja valaki. Szerintem nem kell beleállnunk mindenkibe, aki úgy gondolta, hogy civilként elvégzi az újraelosztásnak az alternatív megoldását. Én nem érzem ettől jól magam. Értem, hogy ez neki előny, értem, hogy politikusként ezzel most jól lehet szerepelni. Értem, hogy az egy erősebb formai dolog, hogy még fel is szólít, hogy na most már akkor te vagy a következő, de én nem szeretnék. De tudod, most már ott tartunk, hogy világtörvényt gyártunk abból, hogy egy politikus az hazudik, és mindent a maga vélt előnyére, a maga hasznára tesz, és hogy sohasem ő az, aki, hanem mindig annak a látszata, ami. Ebből most már világtörvényt kell gyártani, és kvázi fel kell mindegyiket menteni, mondván, hogy úgysem tehet mást, hát politikus. A politikus létnek ez a fizikája, ezek a törvényei. Ha nem ezt tenni, akkor mi lenne? Akkor is bejutott volna ugyanúgy a parlamentbe, ugyanúgy ott lenne, mert amit eddig el lehetett cseszni, az Fekete Győr András már elcseszte, és ennek ellenére ott van. Mint magánakció, nekem nem lenne bajom vele, kedves gesztusnak tartanám, de hírességek esetében én nagyon nem tartom szimpatikusnak. Egyrészt a nyilvánosság előtti jótékonykodást, a templomba járokozást, hát még a hány gyerekem vanozást sem, vagyis a minimális energiabefektetéssel nagy népszerűséget hozó ütőkártyák felhasználását. Nekem ilyenkor egyébként mindig az jut eszembe, hogy itt valakinek elfogytak az érvei, vagy elfogyott a hasznosság, és nincsen egyéb ötlete arra, hogy az országnak mondjuk hogy lehetne jobb tőle, és akkor kell elővenni ezeket. Én is azt mondom, hogy nyugodtan lehet jótékony a Blicknek kiküldött sajtóanyag nélkül is, hogyha ez az ember számára valóban jó érzésekkel jár, akkor ezek a fontos érzések a sajtó értesítése nélkül is meg fognak jelenni. De megsokszorozó hatása van annak, ha valaki a figyelem középpontjában cselekszik mondjuk helyesen. És azt hiszem, hogy ha elmulasztod, gyakorlatilag tökéletesen titokban teszel valami jót, akkor nem éltél azzal lehetőséggel, hogy ebben speciál követhetnének. Akkor is, ha ezt egy nem szimpatikus ember teszi, szerintem igenis követendő, basszus. De akkor ez már egy filozófiai kérdés. A figyelem középpontjában lehet-e jót tenni? Jót, tényleg jót. Amikor az ember tényleg a figyelem középpontjában van, vagy az törvényszerűen önzés, hiszen ott húzódik mögötte egy spekuláció, látjátok, ugye minden szögből látszom, ahogy adakozom. Ebből én igenis tetszést, ebből én elismertséget, szavazatokat óhajtok sajtolni. Amikor valaki a közfigyelem középpontjában adakozik, amikor valaki a szeme sarkából sandít, amikor a templomi persejbe pénzt dob, hogy mások is látják-e, hogy ez itt egy ötezres, nem egy ötszázas, és úgy jól figyel, hogy minden szögből jól látszódjon, az nem a mennyek országában gyűjt kincseket, hanem itt a földön bizony, úgy, mint egy politikus. Szerintem a nyilvánosság előtt építhet, vagyis hát ne építse a brandjét, tehát hogy jótékonykodhat, például úgy, hogy ezt elfelejti, ezt a brandépítést, mert most itt erről van szó, gondolom, hanem elkezd azon gondolkodni, hogy hogyan lehetne nekünk mindannyiuknak jobb. Biztos örülni fog hevesben az a kislány, de ez szerintem ez szereptévesztés, neki most nem ez lenne egyszerűen a dolga.
Na ez lehet, hogy nem az ő dolga. Tehát nekem ez egy ilyen nagyon csípőből jött reakció, Eszter, hogy kezdjen el gondolkodni, hogy hogy lehetne mindannyiunknak jobb. De valóban, mint egy ellenzéknek, talán nekik az a dolguk, hogy alternatívákat nyújtsanak be arra, hogy mit lehetne másképp csinálni, az általuk képviselt emberek érdekeik felé jobban húzó megoldásokkal az államigazgatásban. Na hát neki nem az a feladata, hogy alanyi jogon állampolgárként demózza a saját jóságát. Neki az a feladata, hogy népképviseletként kvázi az emberek által küldött képviselőként, ténylegesen küldöttként az országgyűlésben alternatívát kínáljon, hogyha ő úgy gondolja, hogy nem eléggé baloldali, vagy nem eléggé szociábilis a magyar kormány, bár hát ő tulajdonképpen egy neoliberális pártot vezet, egy kőkeményen piacpárti pártot vezet, ezért aztán itt van némi ellentmondás, nyilván magánemberként hallatlanul szocialista, pártpolitikusként meg hallatlanul neoliberális. Minden esetre, amikor ő a jóságkrediteket felhajtja önmagának, akkor valójában azt csinálja, amit a politikusok, amikor a greenwashing eszközével élnek, mondjuk. Vagy akkor, amikor a politikusok, amikor a nagyvállalatok jótékonykodnak, miközben elcsalják az adót. Azért jótékonykodnak, hogy eltereljék a figyelmet arról, hogy folyamatosan megkerülik a közteherviselésnek az intézményeit. Nem fizetik be rendesen az adót, és mindezt a háttérben, az előtérben meg nagy, széles gesztusokkal támogatják a közösségi célokat, meg az ő szerintük fontos ügyeket. Ez egy nagyon súlyos szereptévesztés, ugyanez a szereptévesztés van itt. A Fekete Győr András az nem egy kis ember, akinek nincs más lehetősége hozzájárulni a közjóhoz, mint a saját pénzét fölajánlani, főleg nagy nyilvánosság előtt, főleg széles gesztusokkal. Ő egy képviselő, ő neki az lenne a dolga, hogy képviselje azokat az eszményeket, hogyha baloldaliak ezek az eszmények, amiről itt árulkodik ez az adakozás, akkor esetleg nem kéne egy neoliberális héjapártnak a tagjaként politizálnia. Akkor esetleg lehetne egy baloldali politikus. Ezt elmulasztotta. De hogyha tényleg ekkora baj van, ekkora szociális katasztrófa van, hogy őnek a gyerekének kiutalt családi pótlékot kell adományban fölkínálnia, akkor esetleg másfajta politikai szerepet is vállalhatna. Esetleg nem a tőke érdekében kéne politizálnia, esetleg politizálhatna a munkavállalók érdekében. Az egy másfajta politikai szerep lenne egy más ideológiai pártban, ezt elmulasztotta. Ne viselkedjen úgy, mint egy kis ember, mert Fekete Győr András nem kis ember. Fekete Győr András egy nagyhatalmú ember. Nőjön fel ehhez a hatalomhoz, és ne demozza azt, hogy egy közülünk. Mert nem az. Nem lehet, hogy éppen ez következik? Tehát mondjuk a családi pótlék elosztásával kapcsolatos beadványra készülnek, és ez az ahhoz tartozó PR, nem pedig a Fekete Győr András nevéhez tartozó PR? Amúgy meg miközben így mondjuk, hogy neki a figyelem középpontjában éppen mi a feladata, szerintem ő nincs a figyelem középpontjában. Tehát értem, hogy jobban figyelnek rám, de hogy így a politikai palettán jelenleg nem mozgat meg akkora érdeklődést, mint 35 másik, hanem egy ilyen akcióval kerülhet a figyelem középpontjába. Ha ezt kritizálnád, azt megértened. De ne kis emberként kerüljön a figyelem középpontjába, hanem politikai alternatívaként, ha az akar lenni, ha meg nem tud az lenni, akkor meg ne azt a pénzt ajánlja föl, amit kiutalnak a gyerekének családi pótlékgyanánt, hanem akkor adja vissza a képviselői fizetését, és tegye le a képviselői mandátumát, mert nincs lehetőség. Ebben az országban már csak kisemberként, már csak magánadományokkal lehet hozzájárulni a közjóhoz. Akkor miért országgyűlési képviselő Fekete Győr András? Hát itt van egy pozíció, amit ő nem lát el, helyette kisemberként demozza a saját felelősségérzetét, meg a saját jóságosságát, miközben politikusként vállalt valamit, amit elmulaszt, és amivel hát tartozik. Hát akkor legyen szíves, állítson olyan politikai alternatívát, amelynek a megválasztása esetén nem lesz szükség arra, hogy az emberek fölajánlják a neki kiutalt családi pótlékot rászorulók részére. Nincs más megoldás, csak miniszterelnöki kompetenciákat kellene mutatni. Legalább el kellene kezdeni, és akkor sokkal jobban épülne a Fegyőr brand is.
Az jut erről a sztoriról egyébként eszembe, hogy így a Robi számon kéri, hogy most ne magánakciózzon, hát ott ül a parlamentben, amikor Michelle Obama, mit tudom én, ilyen asszony sutyorgót hív össze, hogy hát tegyünk valami civil megmozdulást az XY dolognak a jobbításáért, és akkor Bill Burr, a humorista üvölt, hogy semmi más dolgod nincsen, csak leülni azzal az emberrel este, akivel vacsorázol, ő az Egyesült Államok elnöke, és neki mondd el, ne a nő egyletnek. Ez a korszellem, hogy itt a legnagyobb hatalmú emberek is kisembernek demózzák magukat. Donald Trump az Amerikai Egyesült Államok elnökeként a háttérhatalmak által lefogott, mint egy megbékjózott kisember, aki a kisembert, meg a munkásokat, meg a dolgozókat akarja képviselni, de nem tudja, mert a háttérhatalmasságok az olyanok, akik filantrópoknak tettetik magukat, de valójában a világ tényleges urai, azok meg nem választva, mint egy mandátum nélkül formálják a világnak az ügyeit, míg ő a Fehérházban a szabad világ uraként, vagy a világ legnagyobb hatalmú választott tisztviselőjeként jóformán semmit nem tehet, csak megszólíthatja a kisembereket, hogy jöjjenek, ostromolják meg a Kapitóliumot, állítsák helyre a törvényes rendet ebben az országban, ahol nincs rend, ahol a háttérhatalmak elvették tőle azt, aminek jár még 4 évnyi elnökséget. Mi a véleményetek egyébként erről a rendszerről, hogy 2008 óta ez nem emelkedett, és eszi a kedvezmény formájában juthatsz hozzá támogatáshoz? Tehát, hogy mennyire reális az, hogy mondjuk 4 gyereket nevelsz, és nem dolgozol? Tehát értem azt a következményt, hogy 4 gyerek az kaszkád időeltolással beteg, és folyamatosan egyensúlyozni kell velük, mint a kínai tányérpörgetőknek, és egy rohadt nehéz feladat, ezt mondjuk egyedül álló szülőként szinte lehetetlen is kivitelezni. Ugyanakkor nem kellene felkészülnöm 4 gyerekkel arra az esetre, hogy én egyedül álló szülő leszek, hogy tudod, milyen bemondás az, hogy én 4 gyerek mellett nem tudok dolgozni, ha ezt szeretném, ha több jutna, de akkor felmerül a főállású anyaság, hogy egyébként meg lehetne fizetni nem csak a családot, hanem az anyát is azért, mert ezt a munkát végzi el. Másrészt viszont nem vezet-e ez egy konkrét életstratégiához utána majd emberek részéről, ahogy már most is, ugye pénzért szülnek gyereket, és utána nem tudjuk, hogy a jövőben mi fog történni. Tehát így nem tudom, hogy hová rakjam a zsetonomat, a pirosra vagy a feketére ebben az ügyben. Én azt nem tudom, hogy miért képvisel politikusként valami egész mást valaki, mint amit magánemberként képvisel. Hogyha ő magánemberként nem lát más lehetőséget arra, hogy a Heves megyei szegény sorsú kisgyereknek a sorsán, a jövőjén jobbítson, mint azzal, hogy pénzt utal át neki, mert ekkora szociális katasztrófa van Magyarországon, akkor miért a GDP növekedéséből, miért a piac láthatatlan kezéből vagy től reméli a társadalmi igazságosságot? Akkor miért ennek a pártnak a tagja? Akkor miért lett ez a párt ennyire piacpárti? Hogyha ő magánemberként kell, hogy a saját pénzéből adjon azoknak, akiknek nem jut. Államként nem kéne? Államként remekül szabályozza ezt a piac láthatatlan keze, de magánemberként valami egészen. Tehát ez a kettős morál. Politikusként én egy piacpárti híja vagyok, de kisemberként én egy vérző szívű állampolgár, aki teljes felelősséget érez a Heves megyei gyerekekért. Ha azt mondod, hogy neki egy neoliberális eszme mentén kellene mindent kommunikálni, akkor nem lehet, hogy az zavarja. Most akkor melyik? Lehet, hogy az a problémája, hogy az eszé a kedvezmény, amelynek formában több juttatáshoz lehet hozzájutni gyerekek esetén, az torzítja a versenyt. Nem a legjobb embert fogják fölvenni arra a munkahelyre, hanem előnyhöz jut az, aki egyébként rászorul és gyereket nevel, és akkor így nem termel az a cég annyi GDP-t a végén, és akkor itt meg is jöttünk a választhoz. Ne is haragudj, de az utalások, a személyes utalások, a szociális
segélyek azok nem torzítják a versenyt. Az, hogy ő személy szerint kiválaszt a Heves megyei gyerekek közül egyet, amelyiknek átutalja a neki, vagyis az ő gyerekének kiáró családi pótlékot, az nem torzítja a versenyt. Hát pontosan ezzel érvelnek a hozzá hasonló piacpárti héják, hogy a szociális transzferek igazságtalanok, mert torzítják a versenyt. Akkor én nekem mindegy, hogy szocialista vagy kapitalista, de ha kapitalista politikusként, akkor legyen kapitalista magánemberként is. Ha viszont szocialista magánemberként, akkor politikusként is ezt várnám. Ez az önkényes mérvadó Puzsér Róberttel, Horváth Oszkárral és Szabó Eszterrel. Itt a Spirit FM-en. Parazitának, a társadalmi ügyek becsűsének, a polgári kiállás vámszedőjének nevezte Tibi atya Molnár Áront. Az éles hangvételű Facebook poszt apropóját az adta, hogy a tanártüntetések élén álló színész már webshopon keresztül árulja a különböző, például a tanárok melletti kiállás szimbólumaival ellátott termékeket, ráadásul Borsos Áron. Tibi atya a közösségi oldalán így fogalmazott. Egész egyszerűen visszataszítónak tartom, hogy Molnár Áron valódi, fontos polgári ügyekre akaszkodik rá, és a színpadi majomkodás mellett már ezt a pofátlan szabadrablást is bevezeti. A bejegyzésből kiderült, hogy egy pulóverhez 17 000 forintért lehet hozzájutni, de aki szeretne, 8 000 forintért vászontáskát is kaphat. A posztra Molnár Áron úgy reagált, közösségi finanszírozásból működnek, a termékek megvásárlása adomány, amivel a mozgalmat lehet támogatni. Azóta egyébként Tibi atya a maga módján bocsánatot kért, amiért kritizálta a webshop túlárazott termékeit, mint írta, csak irigykedik arra, akinek futja rá. Én nagyon különös egybeesésnek tartom, hogy ahol ez a Molnár Áron megjelenik egy üggyel, ott hogy nem mindig érkezik egy Áron fellépés is ajándékba. Tehát a tüntetésen elhangzik egy pár szép dal. A szavazásra buzdító összefogós videóban, ha emlékeztek, ott is végül ő táncizik középen, ő volt a főszereplő. Az öreg színészek mondjuk tapsolhattak neki, ez igaz. Szóval gyakran alakul úgy, hogy a fontos ügyek mellé kerekedik egy hakni. És én, nekem ezek alapján az a véleményem, hogy amiképpen Gyurcsány Ferenc esetében sejtem, itt is a szereplés vágya született. Tehát meg elsőként, és az ügyek, a buzdítás, a vita, vagy a kiállás, vagy az akár, majd én leülök veletek erről vitázni, csak ürügyek esetleg arra, hogy ő újra meg újra a középpontban lehessen, mert szerintem az tök jól felismerte, hogy ezzel a mézes mázaskodással nagyon sok mindent el lehet adni. Akár mozgalmakat lehet vezetni, vagy tehetségkutatókban lehet vele szavazatot szerezni, figyelemhez lehet jutni, úgyhogy nekem az zavar, engem az zavar ebben, hogy a támadhatatlanságnak valamiféle páncélját veszett fel ezzel az egésszel, hogyha mellesleg egy jó ügyet képviselsz, mert ugye nem bántjuk, mert mennyi jót tett már, és ettől ön visszatetsző ez a színi tanodás forradalmár karakter, mert egyrészt hamisnak tűnik, másrészt mellé megtámadhatatlanak, és ez az embert egy kicsit frusztrálja. Ne menjünk neki ezeknek az áraknak úgy, mint Tibi atya. Ez úgy kell elképzelni, mint egy Kickstarter kampányt, ahol, mit tudom én, 50 dollár egy termék, de ha 200 dollárért veszed meg az egy terméket, hogy egyáltalán beinduljon majd a gyártás, hogy működjön ez a szervezet, akkor kapsz mellé valami emlékplakettet. Ugye itt sem profitorientált szervezetről van szó, hanem a Noir mozgalomnak a bevételét azt növelheted úgy, hogy egyszerűen utalsz nekik 17 000 forintot, vagy úgy is, hogy vásárolsz egy kapucnis pulcsit, amit 3 000 forintért megkapnál, de te támogatói vásárlást teszel, szeretnéd, hogy a Noir mozgalom működjön, ahogy a Molnár Áron fogalmaz, a merch megvásárlásával a mozgalmat támogatod, a mozgalom munkatársait, az akciókat, számokat, klippeket, bármit, amihez anyagi forrás kell. Ennyi pénz kell. És most, hogy ezt elmondtam, én ahányszor tudod, az aktivitásuknak a felsorolásában megemlítik, hogy számokat és klippeket gyártanak, bennem összeszorul valami így a gyomrom környékén, mert szerintem ezek nem jók. Ugyanakkor, ha mégis annak a lehetőségét, hogy ők támogassák Iványi Gábort, vagy a Hős utcában lakó egészségügyi dolgozókat, vagy a pedagógusoknak gyűjtsenek összegeket, ha ehhez középszerű produkciókat kell a számomra kínos reppelésével, vagy éneklésével összerakni, és ehhez tudod, többen gyűlnek e köré, a produkció köré, mint egy sima felhívás köré, akkor
áldásom rá. Tehát azért, mert nekem nem tetszik, amit csinál, ettől függetlenül létrejön egy ilyen meghajtó erő. Csak ne kéne minden alkalommal azt hallanom, hogy de hát ezekből számokat és klippeket készítünk, én pont azt nem szeretném. De ha működik, akkor hurrá. Én azt nem tudom, hogy kicsoda ez a Tibi atya, aki ilyenkor véleményt mond. Mert ezt tudom, hogy ez az alkoholista pap, illetve az ahhoz tartozó virtuális mém. Nincsen egy arc, amit azonosítani lehet. Nincs egy név, ami alapján azt a véleményt azonosítani lehet. Most lehet, hogy van egy grafika arról a papról, meg lehet, hogy hozzárendeltek ez a paphoz egy arcot, amit vagy rajzoltak, vagy valahonnan letöltöttek valamikor, az nem élő személy, nem egy valós személy. Tehát én azt szeretném, hogyha valaki előadja a véleményét, akkor adja hozzá az arcát és a nevét a véleménye mellé. Mert az arca, meg a neve, az a fedezete a véleményének. Az alapján lehet őt, ezt a véleményt azonosítani valakivel, aki igenis helyt kell, hogy álljon azért a véleményért. Azt ő mondja, hogy lehet így beleszólni a közügyekbe, hogy itt van az alkoholista papról szóló mém, aki azt mondja, hogy a noir az parazita. Lehet, hogy a noir az parazita. Lehet ebben a véleményben akár igazság. De akárhogy is. Ez a noir, vagy tudom, hogy a mozgalom neve, ez a Molnár Áron, ez adja az arcát, túlságosan is, adja a nevét ahhoz, amit gondol és tesz. Ennyivel már biztos, hogy beljebb van, mint Tibi atya, aki egy mém. Tudod, Robi, a Tibi atya a mozgalom neve. Te is nagyon jól tudod, hogy van egy Patkó Domötör, meg van egy Tóth Máté, meg esetleg még több figura. Szerintem személyesen találkoztál velük életedben. Az igényed, hogy jelöljék meg, hogy ezt most melyikük mondja most a Tibi atya alatt? Ne haragudjál, kezdődik a dolog azzal, hogy miért kéne azt másnak tudni, az olvasónak, vagy a magyar köznyilvánosságnak, mert én már találkoztam valamelyikükkel. Nem, ők ez is nem vállalnak ért. Nyilvános szerepléseket a saját nevükön. Miért? Nem, de lehet, hogy ők amúgy vállalnak nyilvános szerepléseket a saját nevükön. Az a kérdés, hogy amikor véleményt mond az alkoholista papról szóló mém, akkor azt melyikük írja? De ők nem adják az arcukat, nem adják a nevüket, hanem a virális mém, amit kigyúrtak különböző, nem tudom, viccesnek szánt alkoholizmust, hát hogy is mondjam, legalábbis az alkoholizmusra, meg az alkoholfogyasztásra buzdító mondásokkal, az a virális mém, amelyiknek, én nem tudom, 1 millió Facebook követője van, az mondja ezt, mert annak a szájából azzal a kulturális háttérrel nagyobbat üt a vélemény, mint hogyha mondjuk az a Máté nevű, vagy az a Dömötör nevű fiatalember mondaná. Lehet, hogy nehezebb így perelni. Értem, hogy olyan érzésed van, mint amikor egy ilyen bicskanyitogató cikk megjelenik az Origón, és a szerző Origó. Az a problémám, amikor valaki odaáll, hozzászól a közügyekhez, de nem vállalja azért, amit mond, a felelősséget. Ki vonható felelősségre ezért a véleményért? Kivel azonosítjuk ezt a véleményt? Az alkoholista papmémmel? Itt a probléma az, hogy tudod, a közügyekhez való hozzászólásnak van egy belépési küszöbe. A belépési küszöb az, hogy ki vagy te. Arccal, névvel. És amikor ezt tisztáztuk, hogy te ez és ez vagy, ehhez a névhez, ehhez a személyazonossághoz, ez az arc tartozik, akkor jön az a pont, hogy elmondod a véleményedet a közügyekről. Úgy, hogy nevem senki, úgy, hogy Éliás Tóbiás, ne lehessen már hozzászólni a közös ügyeinkhez, mert a belépési küszöb nincs teljesítve. Simán lehet perelni egyébként így is, és számomra egy ügyvédi levélre utal az, hogy Tibi atya később bocsánatot kér, de az is lehet, hogy meggondolta magát. Szeretnétek-e? A maga módján én ezt nem látom bocsánatkérésnek. Hát kivezette a gépjárművet lépésnek a beiktatása, tudod, hogy melyik ötök írta a posztot. Mm-hmm. Szeretnétek-e hallani Noár reakcióját? Természetesen szeretnénk ideges. Ugye Tibi atya a többek között azzal vádolta meg, hogy 17 000 forintért vehetsz kínai szitázott pulóvert a kiállás szimbólumával, és akkor gondolom a közösségi oldalán
A következőt írta. Tibi atya, érthetetlen ez a rossz indulat, ami miatt parazitának nevezel egy posztodban minket a merch termékeink miatt. De akkor szeretném tisztázni, hogy miért van merch cuccunk, és miért annyi amennyi. A Noir az államtól független mozgalom, soha nem kért, nem kapott állami pénzt. Cégektől, multiktól sem kapunk pénzt, kizárólag közösségi finanszírozásból működünk. A támogatóink miatt tartunk ott, ahol most tartunk. A merch megvásárlásával a mozgalmat támogatod, a mozgalom munkatársait, az akciókat, számokat, klippeket, bármit, amihez anyagi forrás kell. A merch termék megvásárlása egy adomány, amivel minket támogatsz, és cserébe mi a merch-el háláljuk meg. Ha megnézed a többi szervezetet, láthatod, hogy ez szinte mindenkinél módja a támogatásnak. A pulcsi, a póló, vászontáska megvásárlása egy lehetőség azoknak, akik szeretnék anyagilag is támogatni a mozgalmat. Aki nem teheti meg, azt tud csinálni magának. Biztos te is találkoztál a grafikákkal, gondolom ezt a Karinő grafikánkkal, innen le tudod tölteni. Van egy felületünk továbbá, ahol beállíthatsz egyszeri vagy rendszeres támogatást. A 93 ezer követőnkből körülbelül 160 ember támogatja a mozgalmat anyagilag rendszeresen. Szuper lenne, ha ez nőne. Ehhez képest szinte naponta osztunk meg új tartalmat, szervezünk akciókat. Továbbá 4 év alatt csináltunk 14 számot és klippet. Úgyhogy csak 2 éve lehet támogatni. Mindjárt vége az elmúlt kevesebb, mint egy hónapban 2.830.000 embert értünk el, és akkor itt felsorolja a teljesség igénye nélkül mondok pár projektet, hogy kinek gyűjtöttünk eddig, ezt már csak én teszem hozzá, hogy itt ugye gyűjtésről van szó, tehát nem a saját forrásból, a merch bevételekből támogatták ezt a... Nem, hanem éppen megszervezték a gyűjtést, és azok a gyűjtések egy másik civil részlet. Szervezetnek a számlájára landoltak, de ugye ezt is meg kell szervezni, ehhez meg az ő szervezetüknek, a Noárnak a jó, tehát rengeteget gyűjtöttek, valami. És mindenki adakozzon, és akkor te meg a Hont Andrásra és a Bohár Danival igyál meg egy sört, aztán beszéltek arról, milyen szar minden, mennyire semminek semmi értelme, mit kellene csinálni, mi meg majd csináljuk helyettetek is, Áron. Na hát azt tapasztaljuk, hogy a Molnár Áron az lenyúl egy mozgalmat éppen. Itt van egy tiltakozás sorozat, aminek nem a levitézlet liberális elitről kéne szólnia, hanem kifejezetten a tanárokról, a tanárok béréről, és a tanárok, illetve a hatalom összecsapásáról. Kvázi arról, hogy a tanárok béreit a hatalom végre rendezi-e, vagy tovább mutogat Brüsszelre, hogy nem jönnek a források. Ez a tanárok ügye, a tanároké. Nem kéne hozzádörgölőzni. Nem kéne ennek a Molnár Áronnak hozzárendelnie önmagát, meg az úgynevezett mozgalmát a tanárok ügyéhez, az ő tiltakozásukhoz. Ez a tanárokról kéne, hogy szóljon. Nem arról, hogy Molnár Áron a tanárokra való hivatkozással, miközben se nem tanár, se nem kormány, se nem diák. Tehát de semmi köze, Robi, az áprilisi szolidaritási koncerten 40 millió forintot gyűjtöttek a sztrájkoló pedagógusoknak, és most a tanítanék mozgalomnak valószínűleg akár ennél is többet kosaraznak össze. Politikai befolyást vált magának azáltal, hogy a tanároknak, most épp a tanároknak, de bárki más tiltakozna, a Noir ugyanúgy ott lenne, és ugyanúgy hozzárendelni saját magát ahhoz. Tehát, ha őket akarod támogatni, azt rajtunk keresztül, tudod. Az elit beékeli magát az elégedetlen tiltakozó csoport, illetve a társadalom közé. Ennek az elitnek a lerakata az most ez a Noir mozgalom, ezzel a Molnár Áronnal, aki beékelődik ezek közé, és azt mondja, hogy ha támogatni akarod a tanárokat, ne a tanároknak add a pénzt, vásárolj tőlem merchandise termékeket. Nem ezt mondja, Robi, azt mondja, hogy a tanároknak add a pénzt. Konkrétan ebben az esetben nem. Tényleg. Ne vászontáskát vegyek? Tényleg ezt mondja? Ne pulóvert vegyek 17 ezerért? Ha szerveztük az adakozókat, akkor vásárolj tőlünk merchöt, vagy adakozz nekünk is, de elsősorban a kiválasztott civil akció van a fókuszban, és annak segítenek gyűjteni. Nem érted, amit mondok. Tehát akkor viszont nem találsz semmi igazságot abban, amit mondok. Te úgy gondolod, hogy ez a srác, ez önzetlenül a tanárok, a tiltakozók érdekében. Szerintem imád szerepelni, és ezzel tud, de közben mégiscsak felhajt a különböző ügyeknek különböző, hogy mondjam, emberi erőforrás. Nem arról van szó véletlenül, hogy az elit, amelynek az előző nemzedéke
falhoz verte az országot, és Orbán Viktornak a kapszarondjává tette Magyarországot. Annak az elitnek a következő nemzedéke most leereszkedik, amikor organikusan valami társadalmilag megmozdul, és rögtön a vámszedőjévé lép elő, és rögtön hídpénz szed. Tudom, hogy a Pozsonyi úti mintaunokának tekinted a Molnár Áront, és hogy most megint arról beszélünk, hogy gyakorlatilag az ilyen SZDSZ-es mindent megsimogató a szelleme, de ezt most az Áron megint nem fogja érteni, amikor mondtuk, hogy a nagyon fáradt a padödővel, meg az akárkivel tud ezzel, azzal a garnitúrával klippet csinálni, ő nem élte úgy át, mi több én sem úgy éltem át, én a szavazójuk voltam akkor, tudod, azóta eltelt 15-20 év, és akkor... És hát egy olyan 15-20 év telt el, amit ők rendeztek, és amiért azóta sem vállalták a felelősséget, tudod? Hanem ők továbbra is megoldásként állítják magukat, holott ők maguk a probléma, amire Orbán Viktor lett a megoldás Magyarországon. Közben egy kicsit azért mégis úgy érzem, hogy van az a kép, amikor egy ilyen virágos mezőn fut egy kislány szinte levegőbe emelkedve, ilyen álmogy királylány klippes szerűen, és akkor így alá van írva, hogy fuck you flowers. Hogy látsz kinőni valamit, aminek egyébként haszna lehet, de túl gicses, túl nyálas, és inkább eltaposod. Azért, ha ebből a noárból akármennyire is nem szimpatikus, meg hát így tudunk beszélgetni a csávóval, de nem lennénk országos cimborák. Ha ebből kinő valami olyan, mint az Amnesty, mint az átlátszó, aki, tudod, megfelelő kamera lencse előtt, megfelelő figyelem középpontjában beleáll ügyekbe, akkor miért ne örülhetnénk? Hát azért ne örülhetnénk, mert ez a mozgalom és ez a szellem okozta Orbán Viktornak az uralmát. Talán azért nem örülhetnénk, mert nem tanultak semmiből, nem felejtettek semmit, és most újra jelentkeznek kvázi a nem is feltétlenül a hatalomért, mert azt már megtapasztalták, hogy itt a pártpolitikában nem lehet Orbán Viktort kihívni, hanem kvázi a civil státuszért, mint az elitnek az önmagát kisembernek, civilnek beállító tulajdonsága. Az elitnek van egy olyan tulajdonsága, hogy Molnár Áron noár. Ez a tulajdonsága az elitnek az, amely akárki tiltakozik, akárki nek van egy ügye, akárkinek van egy igazsága Magyarországon a hatalommal szemben, az ő rögtön úgy csinál, mintha az ő ügye, az ő igazsága lenne. Hadd kérdezzek már rá erre. A tanárszakszervezet kérte fel Noárt arra, hogy gyártson merchandise termékeket, és azoknak az értékesítésével támogassa a tanárokat? Nem. Noár volt az, és ez a mozgalom neve, aki kitalálta azt, hogy ő most ebben a szituációban úgy fog csinálni, mintha maga is tanár lenne. De majd amikor a bányászok tiltakoznak, akkor majd úgy fog csinálni, mintha maga bányász lenne, mert teljesen mindegy, bármi is gerjed, jön a velünk élő SZDSZ, és hozzárendeli magát, hogy gyakorlatilag leválaszthatatlan legyen arról, és hogyha ez valaki is, vagy bárki is szóvá teszi, akkor az a valaki nyilvánvalóan Fidesz ügynök. Hát ki másnak lenne az érdeke, hogy a tanárok ügyét a tanárok képviseljék, és ne a velünk élő SZDSZ kisunokája. Én nem szeretném, hogy a tanárok ügyét csak a tanárok képviseljék. Én szeretném, hogy melléjük álljon valaki, és nem zárom ki a lehetőségét annak, hogy bár Molnár Áron nagyon szeret szerepelni és színpadon énekelni, megkérték a szervezők, vagy ez a újdonsült grundmozgalom, hogy Áron, ugyan vezesd már le a mai műsort. És áruljál merchandise termékeket, ugye? De honnan tudjuk, teljes a képlet. Honnan tudjuk, hogy Áron felhajtja a követőket, és nem távol tartja őket? Tehát úgy állítottad most, hogy hoz egy csomó követőt, lehet, hogy éppen távol tartja azokat, akik nem szeretik ezt a pojácáskodást. Mert Molnár Áron Noárnak annyi követője van, aki amúgy távol tartja magát a politikától, nem ártja bele magát, és úgy van vele, hogy ő nem is akar politizálni, de Áron annyiszor, annyi demonstráción vesz részt, hogy egyszerűen becsatornázódik, és hát ez a kritikus, ami hiányzik ahhoz, hogy Orbán Viktort leváltsuk, hogy végre Molnár Áron Noár vászontáskákat, meg pulóvereket áruljon 17 rugóért, hát
ezt a békát le fogjuk nyelni. Tényleg ízléstelen egyébként lehet pedni, hogy van már egy-két politikai párt is, aki azt mondja, hogy inkább nem megy ki, mert kontraproduktív tartja. Uh-huh. És ez lenne a jó, hogyha már végre ezt a reakciót vonnák le a politikusok, meg uh-huh. ezt a reakciót vonnák le a wannabe politikusok. Mert hogy a Noir az valójában ő valaki, aki rájött arra, hogy jelen körülmények között nem mellesleg senki nem szavazna rá, bírja a liberális elitnek a támogatását, és a liberális elitnek a támogatása bőven elég ahhoz, hogy ő legyen az a bármilyen tiltakozásnak, mert ez a liberális elit túl akar élni, akkor is, hogyha Orbán 12 évet adományozott Magyarország élén, és hogyha ezért egyáltalán nem vállalja a felelősséget semmilyen módon. A Tibi atyaként, mint alias orgánumként való poszttal kapcsolatban írja a hallgató, hogy Robi úgy látszik, nem ismeri az álléven publikálás jelenségét. De csak kommentelőktől szoktam meg. Tudod, olyan kommentelőktől, és az is beáll az a kommentet, hogy tartozik-e hozzá arc, meg tartozik-e hozzá név. Hogyha egy internetről letöltött random grafika tartozik hozzá, és a név az meg az, hogy Terminátor 932, az a véleményt magát is beárazza, hiszen nincs hozzá arc, nincs hozzá személyazonosság. Isten tudja, hogy az illető, aki írja, vállalná-e ezt arccal és névvel. Persze, kommentektől szoktuk meg, csak hogy előlépett egy közszereplő, vagy legalábbis valaki, aki magát közszereplőnek hazudja, alkoholista, nem mellesleg pap, és nem mellesleg nem létezik. Hát ezek azért problémák abban az esetben, ha valakihez hozzászól. Legalább létezzen az illető, ha szabad kérnem. Ez az önkényes mérvadó Puzsér Róberttel, Horváth Oszkárral és Szabó Eszterrel. Itt a Spirit FM-en. Szívjon be a jó szádat, babám. Ilyen és hasonló nyilvános romantikus üzenetekben fejezte ki szerelmét egymás iránt Kulcsár Edina és párja GVM, egyesek szerint GWM. A szerelmesek egy Facebook bejegyzés alatt kommenteltek egymásnak igencsak pikáns mondatokat. De más hazai sztár sem veti meg a nyilvános romantikát. Tóth Vera nem sokszor oszt meg részleteket kapcsolatáról, most viszont igazán szívhez szóló üzenettel köszöntötte fel vőlegényit az Instagram oldalán egy videóban. Ugyanúgy szeretlek, mint amikor először megláttalak. Hangzik el a mondat a vallomás részeként. Hát az probléma, ha ugyanúgy szereted, mint amikor először megláttad, hiszen akkor még egyáltalán nem ismerted. Legfeljebb tetszhetett. Ez azt jelenti, nem, hát ez, amit a Tóth Vera itt közölt, ez azt jelenti, hogy semmivel nem kerültél hozzám közelebb azzal, hogy megismertelek. Eltöltöttünk együtt éveket, és semmit nem érzek. Mindössze annyit, ami az első benyomásom volt, hogy milyen helyes pasi vagy. Semmit nem tudtam meg rólad, próbáltam közel kerülni hozzád, de nincs mihez, csak egy látvány vagy. Pont annyi, mint az első pillanatban. Amikor én ilyen nyilvánosságra hozott mindenkinek elmondom, pedig lett volna valaki, akinek el kellett volna mondjam, felolvasásokat hallok, így óhatatlanul hozzá kell tennem, hogy ma október 10-e van, ma ünneplik névnapjukat a Gedeonok, Bendegúzok, Dánielek, Danilók, Dánosok és Ferencek. Tudod, ilyen kellemetlen beszámoló, amit hallgatok valakinek az előszobájából, vagy a nappaliából, résnyire nyitva maradt egy ajtó, és én hallom ezt a beszélgetést, ahogy a párjuknak megvallják, hogy hát mit csinálnék a száddal, babám, vagy éppen ugyanúgy szeretlek, ahogy az elején Robi találóan megfigyeltem, most már átálltam, Robis vagyok én is, tényleg jobban kellene szeresse, mint az első pillanatban. Hát, már amennyiben szerethető. Lehet, hogy az illető nem szerethető, és ebben az esetben ez a legtöbb, amit el lehet róla mondani, úgy szeretlek, mint amikor még nem ismertelek. De azért érzed, hogy rengeteg olyan kapcsolat van, ahol jóval kevésbé szeretik egymást, mint az elején, sőt, az elején az illúziók egy pár hónapon keresztül szeretnek jobban szeretni a nem létező személyt, majd ténylegesen megismerkednek, és akkor hát van esély arra, hogy jobban fogod szeretni, vagy jobban kötődsz hozzá, és hát nagyon nagy esély van arra, hogy már igazából irritál, csak nem szeretnél szólni, mert ugye ugyan minek. Én azt szeretném tudni, hogy ez mit jelent. Ez a mondás, hogy szívjam be a jó szádat, babám. Ne ismételd már, mert ez ízléstelen, de amúgy adom, csak bárján. Hogy ez semmi, csókollak. De szívjam be. Ne felszólító mód, szívjam be. Bár csak,
Ez az óhajtásnak a felszólításba átolt. Beszívnám a, így érti, a jó szádat. Tehát ez azt jelenti, hogy a babájának van egy rossz szája és egy jó szája, és ő a jó száját szívná be. Nem a rosszat, és hogy muszáj megnevezni, tehát szükség van a jelzőre, ne azt a szádat csatolt föl, amit utálok beszívni babám, hanem a jó szádat akarom beszívni babám. Mondja GWM, aki bemutatkozni sem tud. Hát nem tudja kiejteni a saját nevét. Érted? Olyan, mintha te Oscar helyett azt mondanád, hogy Oliver. Nem, nem, nem. A saját nevét tudja már legalább a saját nevét. A GWM. Jó, már ha ő W-vel írja. Elrontotta valamikor 17 évesen, amikor választotta, gondolom, és azóta most meg kénytelen beleállni. Hát ez olyan, mint amikor a Tao Te Ching-et fel akarod varni magadra kínaiul, de illatosomról csirkát, csirkét tudsz felírni magadra, mert olvasni nem tudsz kínaiul, csak megrendelni a tetkót. Nem neki van az elrontott tetoválása, amiben szintén van egy helyes írásíva egyébként. Szerintem az az érdekes, amikor vagy olyan kapja az üzenetet, aki ez biztosan nem fog eljutni, vagy aki éppen ott ül mellette. Tehát nekem ugyanolyan fura a drága édesapámmal lennél 72 éves, vagy a kedves Imre, köszönöm az elmúlt 12 évet. Szóval ezeknek az élményeknek éppen az lenne a lényege, vagy az élvezetes része, hogy bensőségesen elmondok valamit, amit másoknak nem mondtam el, nem is akarom, hogy hallják, de hogyha ezt így kipakolod az online ismerőségnek, akkor felvetődik a kérdés, hogy most tényleg el akartál mondani valamit, vagy csak dicsekedni akartál azzal, hogy van valakit, vagy a bánatodat szeretted volna megosztani. Még nem baj egyébként, csak hogyha az utóbbiról van szó, akkor azon érdemes elgondolkodni, hogy... Valamikor nem mondhatod már el annak, akinek mondanád. Tehát amikor megemlékeznek egy rokonukról, hát nem tudom, hogy hová emlékezzék azt meg. Ha már ráadásul nincs is kinek a körében megemlékezni róla, én valahol megértem, hogy így tudod, kiszomorkodja így oda ventillál a közösségi médiába. Csak nehéz feltétlenül csatlakozni, meg én például ahhoz nem tudok, és még a gyász téma körénél maradjunk, csatlakozni, amikor valaki egyszerűen lecseréli feketére vagy egy gyertyára a profilképét, és nem derül ki, nem tudom, hogy édesanyád, édesapád halt meg, a nagymamád, a kutyád, a papagájod, tudod, hogy milyen viszonyban, és hogy érzed most magad? De, nem de ez tudom, miért hogy... tartozik rád? Eleve. Miért tartozik rád, hogy ki-e halt meg? Azért, mert ő kirakott egy gyertyát. De miért kell erről mindenkinek tudni? Miért kell mindenkinek tudni arról, hogy a GWM az be akarja szívni a babájának a jó száját? Miért tartozik ez ránk? Következik a mi életünkre vonatkozó van ebből bármi? Vagy hogy mi is így kell, hogy érezzünk a babánk iránt, hogyha tudunk élni? És ha nem így érzünk, akkor jó lenne tanulni GWM-től? Vagy mit akar ezzel kommunikálni? Robi. Az a boldogságát akarja demózni széles körben. Ráadásul a Kulcsár Edina oldalán, tehát az Edina posztolt, Kulcsár Edina posztolt, nem ismerem, posztolt egyet az Instagramjára, és a kommentek közé beírt a Márk, hogy akkor, hogy randizunk bébi, vagy édesem, akkor arra válaszol valamit a Kulcsár Edina, és erre válaszolt a GWM ezt a közeledést. Tehát egy picit ugye ott a rajongók körébe egy picit bekönyöklünk, hogy foglalt ám a kis hölgy. Mindig ott tartunk, mint a jóság meg a jótékonyság vonatkozásában. Hogy mondják egymásnak, és akkor az egymásnak is szól. Tényleg be akarja szívni a babájának a jó száját, akkor egyrészt szívja be, másrészt közölje a babájával a dolgot, mert nem mi ránk tartozik. Miért kell ezt nekünk tudni? Talán azért, mert valójában nem akarja annyira beszívni a babájának a jó száját, mint amennyire mutatni akarja, hogy be akarja szívni. Mint amennyire ő alig ha olyan boldog, akarja, mint amennyire demózza a boldogságát. Ezért akarja annyira mutatni. Ha annyira boldog lenne, nem kéne erőlködnie, hogy abból mi látszik. Ugyanúgy szeretlek, mint amikor először megláttalak. Miért nem egymásnak mondják? Hát ez egy gyertyavaló, nem egy telefon, hogy azzal kiközvetítse a nagyvilágnak. De ezzel az erővel akkor miért hív meg bárki az esküvőjére akár két tanút is? Miért nem elég, ha neki elmondja? Két tanút a törvény miatt hívja meg, az összes többit már csak azért, hogy demózza a boldogságát. PDA-nek hívják ezt a nyilvánosság előtti kavarást? Van erre valami angol rövidítés, de ez annak az online változtató. Okostelefonokat megelőző personal digital assistant volt a PDA, nem tudom, hogy minden esetre ez annak az online változata. Rohadt ízléstelen, tudod? Ezek aztán tényleg olyan intim mondások, amiből egyrészt nekünk nem kéne tudnunk ezekről, másrészt meg ezek nagyon
intim személyes dolgok, amik egymásra tartoznak. Amikor ennyire intim kommunikációt kihangosít egy nagy közösségnek egy a féle celeb, akkor azzal azt fejezi ki, hogy nem, egyrészt nem érti az intimitást, másrészt elosztja 300-zal annak a vallomásnak a tényleges értékét, amit még hogyha egy ilyen elég közönséges, elég primkó, kültelki útszéli mondás, mint hogy szívjam be a jószádat. Original Pumped Gabós, teljesen rendben még ezt van, is, még ezt ha is, csak ők hallják. Még ezt is tudod, el kell osztani 300-zal, mert hogy az egész valójában arról szól, hogy mi nekünk mennyire szenvedélyes szexuális életünk van. Tudja meg mindenki, tudja meg az egész világ, mert hát mire való az orgazmus, ha csak én érzem, és a babám? Hát mire jó az, hogyha csak a babámnak jó, hogyha nem tudja meg a szomszéd, kiálts babám, kiálts hangosan, amikor élvezel. Hadd tudja a szomszéd, hogy mi hogy élünk. Így élünk, és ilyen boldogok vagyunk. Ha nem tudja a szomszéd, talán a boldogságunk is kárba vész. Talán a boldogságuk fölösleges. Eltékozolt boldogság, ha nem látszik. Á, Robi, egyszerűen csak megfogadták azt a tanácsot, amit akkor adtál, amikor a Kulcsár Edina azon sírt, hogy hagyják békén a sajtósok, és hagyják nyugodtan a szakítása közepette. És akkor legközelebb, amikor egy jó kapcsolata van, akkor már nem él a nyilvánossággal, hanem diszkréten intézik az ügyeiket azért, hogyha legközelebb szakítanak, járjon is nekik az a privát szféra, amit majd a Blikk és a mit tudom én minek a tudósítóitól kérnek. Hát tudod, ez itt a probléma, hogy amikor őket kellemetlenül érinti a magánéletük, mert mondjuk éppen elhagyják őket, éppen dicstelen fázisban van a káprázatos boldogságuk, akkor ők önérzetesen követelik maguknak a magánélet szentségét, és nem értik, hogy ha valakik, hát ők pont ilyenkor abszolút nem kérhetnek ilyet, miután szanaszéjjel traktálták a nyilvánosságot a boldogságukkal, amikor éppen boldognak látszottak lenni, és most, hogy boldogtalanok, most ők a magánélet szentségét, amikor aztán újra felível a úgynevezett boldogságuk, abban a pillanatban megint a kirakatba költöznek, megint úgy csinálnak, mintha ránk tartozna, hogy mit csinálnak a jó szájukkal, megint ha ránk tartozna, hogy ugyanúgy szeretik egymást, mint amikor, nem, semmi közünk, és egyébként nem voltunk ott akkor, amikor először megláttátok egymást. Miért tartozik ránk, hogy ti még mindig ugyanúgy szeretitek egymást? Kvázi nem hat rátok, mert mit állít itt a Tóth Vera? Nem hat ránk a párkapcsolatoknak az általános fizikája. Az, hogy az izgalom az elején még pezseg, és aztán szépen lenyugszik, és kvázi a szerelemből lesz egy bensőséges, szeretetteljes összetartozás. Nem, ők azt állítják, hogy ugyanúgy ver a szívem, ha meglátlak, mint a első randinkon. Ugyanúgy reptesnek a pillangók a gyomromban, mint amikor először megláttalak. Alig ha van így, s ha így lenne, alig ha kéne mindenkinek tudnia róla. Előfordul egyébként, hogy ugyanúgy repdesnek a pillangók a szívedben évek múlva is, ha gyomorideged van attól, hogy meglátod a párodat. Ugye ez azért előfordul. Mi van, amikor nem celebek csinálják ezt, amikor olyat látsz kiposztolva, hogy szeretlek, szívem, puszillak, ahol csak akarod, meg hogy jó étvágyat a finom ebédhez, és jó reggelt a későnkelőknek, vagy egy ilyen üvöltözés, hogy Rusznák Pisti hozd vissza a fűnyíró kábelemet, mert levágom a kezedbe. Nem tök jó. Ez az utolsó nagyon jó. Egyébként ez én kávésakra se haragszok, ezek ugye ráérős nyugdíjasok, akik reggel egy szép kávéképét kiteszik, ezt Robi neked mondom, mert neked nincsen rendes Facebookot. De ilyenekből maradsz ki egyébként. Délbe kirakják egy jó pacal fotóját, és akkor kellemes jó ebédet kívánok. Ezt főztem ma az uramnak. Nagy kérdésem, hogy ők, mivel hogy kifelé élnek, nagy kérdés, hogy a benti életükről mennyire tanúskodik a kirakat látványa. Nagy kérdés, hogy aki a kapucsinóját megosztja, az tényleg megissza-e.
Nem, ez a kérdés, hogy megosztja, nem biztos, hogy megkapja érte az elismerést. Tehát lehet, hogy valaki a konyhában szerinte a maga módján kiteszi a lelkét, tehát megcsinálja a pacal tortát, vagy rántott hústortát, mert a férje nem szereti az édességet, tacára annak, hogy a hölgy amúgy cukrász. Tehát, hogy így összeházasodtak, ez így sikerült. De az úr cukros legalább. Ja, ja. És akkor hát tudod, ilyen pofavágásokkal. Na, örülsz? Jó van, oké, jó. Tudod, egy ilyen búskomor fazon, majdnem máshogy mondtam. És ha kiteszi a Facebookra legalább, akkor a két kolléganő asszonytól mondja, hogy ügyes vagy, én is csináltam ilyet Tibimnek a múlt évben. Nagy volt ám az öröm, aztán fogtuk a hasunkat. És akkor tudod, legalább az a jó szó, mert nagyon sok esetben elmarad a jó szó. Nem, hogy nem veszi észre, hogy kapott egy tortát, hanem nem minősíti, vagy akár azt mondja, hogy lehetne kicsit sósabb, meg ez kicsit odaégett itt. Tudod, hogy semmihez nem kapcsolódik egy elismerés, és akkor hát úgy, ahogy szerintem a Berki Krisztián az apjától nem kapta meg az elismerést, ezért be kellett gyűjtenie az egész világtól, vagy hát a magyar világtól, úgy egy háziasszonynak a férje helyett a három másik háztartásbelitől egyébként jól esne. A kulcsáredinájékon viszont rajta van ez az alap Insta filter, és nem az a filter, ami átszínezi a fotót, hanem amit az Instagramnál te magad filterezel, hogy ezt nem rakom ki, mert ez az életemnek nem a jó pillanatából való, nem posztolok hónapokig, hopp, egy hétvége a Mátrában, akkor itt most mehetnek a kis avaros, gőzölgő jacuzzi. Jaj, hát most unalmas, most igen, akkor most tejfölös zsömlét csinálni. Jaj, eljöttünk nyaralni, hát akkor posztolunk. Ugye ez a filter, és ezt kérik számon a sajtón, meg az őket figyelőkön, hogy amikor nem jó az élet, akkor arról ne készüljön fotó. Ó, hát ők se szokták posztolni. Amikor meg jó a helyzet, akkor meg készüljön. Ez az első Insta filter, ami az Instagramon megtörtént. Még mielőtt a fotóba belefényelnének. Én azt szeretném, hogy a következetesek lennének, tudod? Hogy aki átül, az üljön bét is. Tudod, ha szívjam be a jószádat, babám, ez nyilvánosságra tartozik, akkor a nem akarom beszívni a rosszádat, babám, is tartozzon a nyilvánosságra. Tudod, ha ugyanúgy szeretlek, mint amikor először megláttalak, mondás a nyilvánosságra tartozik, akkor szeretném látni a nem szeretlek többé, amikor először megláttalak, az életem hibáját követtem el, bejegyzést is, ha szabad kérnem. Ez az önkényes mérvadó Puzsér Róberttel, Horváth Oszkárral és Szabó Eszterrel, itt a Spirit FM-en. A Forbes angol nyelvű kiadásában Sean Kent hájási a beszélgetés, a párbeszédek hat alapvető hibáját nevezi meg. Félbeszakítás, elkalandozás, önismétlés, egyszerre beszélés, a beszélgetést eluraló bőbeszédűség, az okostelefon nézegetése. Mindegyik tünet okát ugyanarra vezeti vissza, a figyelem hiányára, arra, hogy nem viselkedünk jó hallgatóként. Javaslatai a figyelem javításához többek között a következőek. Kötelezzük el magunkat a beszélgetés mellett, kevesebb multitaskinggal. Lassítsuk és fókuszáljuk a gondolatainkat. Tegyük el a telefont, tartsunk szemkontaktust. Ha félbeszakítósak vagyunk, számoljunk ötig a válaszunk előtt. Többször foglaljuk össze egy mondatba, amit a másik mondott, és kérdezzünk vissza. Ha pedig jellemzően eluralunk beszélgetéseket, hagyjuk inkább, hogy a másik fejtse ki előbb az álláspontját. Szerintem nem jól van az úgy, hogy beszélgetésnek nevezzük azt is, amikor valaki a másik történetébe bevonódva, kérdésekkel megerősítve jelzi, hogy fontos, amit a másik mond, és beszélgetésnek nevezzük ugyanúgy azt is, amikor egy ismerős oda megy hozzá, nem tudom, hogy nálatok van-e ilyen, nekem van ilyen tapasztalatom, tart egy előadást valamiről, amire egyáltalán nem vettem jegyet, és aztán továbbáll. Úgyhogy én azt hiszem, hogy ez ugyanannak a dolognak valahol a legalsó és legkevésbé minőségi szintje, mert az utóbbi esetben csak elvettél valamit, a másik idejét legalább, és a legmagasabb szintje, hiszen mondjuk adtál valamit, legalább annyit, hogy a másik úgy érezte, hogy meg volt hallgatva. Ez sem a tökéletes jó példa. Tehát valóban, amikor valaki rádugrik és előadja, hogy vele mi történt, aztán tovább viharzik, még mielőtt elmondanád, hogy egyébként neked mi van a visszér is jársz fejfájás és hasonlóiddal, és miért voltál az STK-ban. És ehhez képest az, amikor tényleg te előadod, vagy ő előadja, és a másik értően figyel, ott is még az egyik ember előadásáról van szó, csak a másik figyelemmel adózott. A beszélgetés ehhez
ehhez képest lehet az, amikor egyenrangúan így feldobódik, hogy titeket érdekel valami, és azt körülülitek, és megbeszélitek. Tehát az igazán a beszélgetés. De a gond a figyelem hiányával az a középső kategóriában van, amikor valaki megosztja veled mondjuk, hogy mi az élete történése, téged elvileg érdekel az a személy, ezzel szemben úgy tűnik, hogy nem érdekel maga a probléma. És tök jól összefoglalja nem is a jó tanácsokat, hanem ezt a megfigyelést, hogy a félbeszakítás, az elkalandozás, az önismétlés, az egyszerre beszélés, a beszélgetést eluraló bőbeszédűség és az okostelefon nézeket, és ez mind a figyelem hiányára utal. Tehát, hogy más dolgot sincsen annak érdekében, hogy jobb társaság legyél, mint hogy figyelj oda. És a tanácsok közül az például tök jó, hogy időnként foglald össze, hogy jól érted-e, hogy azt mondta, hogy, és röviden elmondod. Nekem ezzel a kölcsönösség megkövetelésével vannak problémáim. Tehát ugye abból indul ki az a premissza, hogy azért hallgatsz meg valakit, hogy utána téged is meghallgassanak. És az frusztráltá tesz, hogyha téged nem hallgatnak meg, miközben te meghallgattad a másikat. Kvázi figyeltél a... fizettél neki a figyelmeddel, és nem kapod meg azt, ami ezért jár. Nem kapod meg az ellenértékét, és kifosztva érzed magad, kvázi. Ami én azt gondolom, hogy ez egy rossz hozzáállás a beszélgetéshez. A helyes hozzáállás a beszélgetéshez az, hogy mondd el, hogy mi van veled, mi bánt téged. Én nem akarok tőled igazán semmit, beérem azzal, hogy te akarsz tőlem valamit. Én szívesen elmondom neked, hogy én mit gondolok arról, amit te mondtál, odafigyelek arra, amit mondtál, de nem várom el, hogy ennek fejében én is elmondhassam neked azt, ami velem van, és hogy te neked azt meg kelljen hallgatnod, hiszen így kölcsönös. Én például kielégítő beszélgetésnek tudom érezni azt, hogy valaki elmondja a problémáját, és én hipotéziseket állítok, adott esetben szempontokat adok, adott esetben elmondom, hogy szerintem, hogy én ebben a helyzetben hogyan állnék hozzá, ahhoz, amit ő előad. Ha nem mondja el a problémáját, tehát te szeretsz hipotéziseket állítani egyébként. Na jó, de most a semmire nem tudok hipotézist állítani, még én sem, pedig nagyon szeretek. Szóval, hogy ez az önmagában eznek a kölcsönösségnek a megkövetelése, ez alapvetően egy őzésnek az intézményesítése. Abból faragjunk világtörvényt, hogyha idáig te figyeltél 10 percen keresztül, akkor mostantól kezdve elmondhass nekem, illetve hogyha idáig te beszéltél 10 percen keresztül, akkor az engem feszítő dolgot is elmondhassam, és valójában kölcsönösen kifizetjük egymást, igazán nem érdekel az, amit mondasz, de úgy csinálok, mintha érdekelne, ezek után elvárom, hogy odafigyelj arra, amit én mondok, és meg vagyok sértődve, hogyha nem figyelsz eléggé, és mondjuk az okostelefon odat nézegeted, és mondjuk félbeszakítasz, és mondjuk beleszólsz abba, amit mondok, és akkor elköveted a hat hiba valamelyikét. Miből következik ez a hat hiba általában? Abból, hogy a másikat nem nagyon érdekli, amit én mondok neki, de létrehoztam egy olyan kommunikációs helyzetet, amelyben nem engedheti meg magának, erkölcsi kategóriává vált a figyelem, nem engedheti meg magának, hogy ne figyeljen oda, de igazán nem bír odafigyelni, és akkor a telefon érdekesebb lesz. A félbeszakítás egyébként az eluralásból jön, tehát az egyik figyelmetlensége az, hogy nem látom, nem kérek feedbacket, nem akarok igazítani, nem akarok kerítéscölöpöket leszúrni és a mentén menni, hanem egyben elmondom a monológomat, és nem igénylem azt, hogy korrigáljam a másik érdeklődése vagy kérdései nyomán, ezért ő majd kénytelen félbeszakítani, mert amúgy van valamilyen visszacsatolás, amit adna. De ez a kölcsönösségre vonatkozó monológod, ez az Eszter mondókájából, vagy a bejátszóból jött, mert teljesen jogos, hogy ez nem egy cserepiac, sőt, az igények sem egyformák, mert valakinek nincs igénye arra, hogy elmondja a panaszait, de amúgy érzi, hogy szívesen meghallgatja másét, csak miért erre fűzted fel a mondandódat? Hát én speciál jobban szeretek meghallgatni mást és értő módon hozzászólni a dolgához, mint a saját dolgaimról beszélni és azzal traktálni a másikat. Természetesen
Ez nem vonatkozik minden esetre, meg minden körülményre, mert vannak olyan kritikus időszakok, amikor az ember tényleg nagy bajban van, és fontos, hogy meghallgassák, és fontos, hogy elmondhassa azt, amit érez, meg gondol, már csak azért is, mert a nyelvben a beszéd által, azáltal, hogy verbalizáljuk, tudatosítjuk és hozzuk felszínre az érzésvilágunknak azokat a részeit, amiket ha nem rendelünk fogalmakhoz, és nem fejezzük ki, akkor a tudattalannak ebben a mocsarában örvénylenek, és ők hatnak ránk, és kvázi nem a saját sorsunkat éljük, hanem a traumáink démonokká válnak a mélyben, és elragadják a sorsunkat. Tehát szerintem fontos, hogyha tényleg traumád van, akkor azt kibeszélhest. Ha feszíti a mellkasodat, hogyha szorongsz tőle, hogy azt kibeszélhest. Az gyógyító hatású, és ez kvázi a gyónásnak megfelelő. A múltban, vagy a pszichoterápiának megfelelő a jelenben. És a Feldmár András úgy fogalmaz, hogy akinek van barátja, jó barátja, akinek megnyílhat, annak nincsen szüksége terapeutára, mert elmondhatja. Nem biztos, hogy ez teljesen igaz, mert hogy bizonyára vannak olyan pszichés zavarok, amikhez nem elég egy jó barát, hanem tényleg szakembernek a segítsége kell. De hogy az esetek többségében, amely esetek többségében egy bölcsész, konkrétan a pszichológus az, aki ellátja ezt a mentálhigiénés funkciót, azért a barát elég jól tud működni. Én meg úgy vagyok, hogy szívesebben teszem hasznossá magam, és adok olyan aspektusokat, adok olyan megfejtéseket, vagy elméleteket, vagy koncepciókat arra vonatkozóan, amit én hallok, ami esetleg segíthet, esetleg elmondom, hogy én a te helyedben mit tennék. És akkor ezáltal adok egy tanácsot, ami nem, nyilván nem azt jelenti, hogy ez a helyes, és ebben a helyzetben így kell, de azáltal, hogy én elmondom, hogy én mit tennék a te helyedben, mégiscsak adok egy modellt, amely modell hasznos lehet neked, akár azáltal, hogy fölvállalod, akár azáltal, hogy elutasítod. Én azt nehezményeztem mindössze, hogy beszélgetésnek hívjuk mindkettőt, tehát azt is, amikor kölcsönösen bevonódunk, és azt is, amikor valaki kinyilatkoztat, de azért elképesztő tehetséged van, Robi, ahhoz most már ezt az elmúlt évek tapasztalatát összegezve meg kell, hogy fogalmazzam, amikor valahogy az önzést nem bírókat végül beállítod a világ legőzőbbjeinek. Emlékszel, amikor azt mondtam, hogy tök udvariatlan a csajokat megnézi az utcán, és akkor lefüreztél. Most is ez vagy, aki elvárja, hogy egy picit vonódjon be a másik, hát az végül is önző. Hát ez a kölcsönösség, hát sajnálom, elvárjuk, igen, hogyha mi meghallgattunk valakit egy órán keresztül, akkor mondjuk ő is egy picit figyeljenek, mert másképp nem érezzük olyan jól magunkat a beszélgetésben. Nem kell mindig csinálni. Nem kell ezt így számolni. Igen, de hogy most akkor arról van szó, hogy én nekem minden alkalommal, amikor meghallgatom valakinek a baját, kölcsönösen ki kell, kvázi válaszul ki kell öntenem a lelkem szemetes ládáját, és azt rá kell borítanom, mert ezettől ezáltal válik kölcsönössé. És mi van akkor, hogyha én köszi, meg vagyok. Ja. Nem érzem a kényszert, hogy elmondjam, akkor miért van megkövetelve ez? Nincs megkövetelve, ezt egy évtávlatában is lehet mérni, nem kell azonnal. Pont nem kell azonnal elmondani. Lehet, hogy te majd egy fél év múlva jössz elő a kis dolgod. Ugye van az a csereügylet, amikor én is meghallgattalak téged, most akkor majd te is hallgass meg engem. Ezt értem. És ilyenkor nem szoktunk figyelni egymásra. Na, kérdezted az imént, Hoszi, hogy ez hogy jött nekem ez a mondás? Nem merem mondani, hogy szeretném befejezni a mondandómat, de ráérezhetnál. Ne, rájöttem, hogy mi a válasz a kérdésedre, amire eddig nem válaszoltam. Na. Rájöttem, hogy mi a válasz. Az a válasz a kérdésre, hogy ugye mind a hat alapvető hiba a beszélgetéssel, ami itt föl lett sorolva, mint félbeszakítás, elkalandozás, önismétlés, belebeszélés, bőbeszűdűség és okostelefon nézegetés, mindegyik a figyelemhiányból fakad. Miből következik a figyelemhiány? Abból, hogy megköveteljük a kölcsönösséget, nekem van egy mondani valóm neked, el akarom mondani a mondani valómat, de nekem ennek fejében meg kell hallgatnom valamit. Miatt, hogy kényszer, és ezért pontosan, ezért meg kell hallgatnom valamit, a konvenció rám
terhel egy kínos kötelességet, aminek nincs kedvem megfelelni, és azért nem figyelek. Szerintem az érdeklődés hiányából fakad a figyelem hiánya, de hogy hát valójában olyan emberrel beszélsz, aki annyira nem érdekel. Csak szeretnéd, hogy érdekel, de nem érdekel annyira. Hát de miért nem érdekel? Azért nem érdekel a másik ember, mert neked volt érdeked ahhoz, hogy találkozz vele. Te akartál neki elmondani valamit, és a konvenció megköveteli, hogy viszont ez kölcsönös legyen, és akkor most te figyelj oda arra, amit ő elmond. Talán nincs is negyed akkora problémája sem, mint neked. Nincs akkora falsúlya, de itt most te tartozol neki a figyelmeddel, és ez egy kínos kötelesség, és ezért nem figyelsz rendesen. Szóval van az a cserebiznisz, amikor én is meghallgattalak, te is hallgass meg. Én ebben nem vagyok érdekelt, én nem igénylem, hogy meghallgassanak, sőt, nem szeretném világgá kürtölni, ha egyáltalán megtalálom a problémámat, és itt kezd számomra riasztóvá válni a másik típusú csereügylet, hogy én is elmondtam neked a bajomat, te is mondd el nekem a tiédet. És itt fogom a fejem, mert nincs rá igényem, és szerintem a Robi is, ha valakinek, az kettő nagyon közeli barátjának, vagy egy szakembernek, és nem 10 másiknak, és nem 500 másiknak, de éppen Robi ezért bánsz olyan bőkezűen ezzel a kölcsönösségével, hogy én nem igénylem a kölcsönösséget, mert te tényleg nem igényled, te nem szeretnéd elmondani neki, és én is így vagyok vele, így könnyen mondom azt, hogy én persze meghallgatlak. Na és hiszen ebből... nem akarom, hogy ő utána meghallgasson engem. Na és ebből következik a small talk, hogy én most meghallgattalak téged egy órán keresztül, és akkor jön a visszakérdezés, hogy és hát veled mi van, te meg nem akarod elmondani, és akkor valamit mégis mondanod kell a helyet, hogy kifizesd őt a bizalmáért a bizalmaddal, és akkor elkezdesz beszélni valami triviális dologról, és ezzel az egész beszélgetésnek a drámáját lezüllezted a sárga földig, mert eddig ő a szívbeli titkát mondta el, vagy a súlyos traumáját mondta el, te meg erre válaszul elmondod, hogy hát most sok a bosszúság az életemben, megint történtek, most itt valamit kéne mondanod, igazán a ténylegeset nem akarod, mert nem neki szánod, vagy épp nincs is, de valamit muszáj mondanod, hogy kifizest, és akkor hát csoda, hogy nem figyel oda. Amikor itt jó tanácsokat gyűjt össze ez a Sean Kent Hayashi, aki a Forbes-ban írta ezt a cikket, akkor nem tudom, hogy hozzá lehet-e még tenni valamit. Nekem javasolták, mint rossz figyelőnek, hogy kérdezzek. Sőt, sokszor számon kérik, hogy miért nem kérdezek. Én meg várom, hogy hát majd elmondod ilyen véletlenszerűen, ahogy eszedbe jut. Illetve hagyni a másikat kérdezni. Mert pontosan, ha eluralod a beszélgetést egy monológgal, akkor megfogalmazódik közben benne a kérdés, majd másfél perc múlva, amikor befejezted, már nem emlékszik rá. Így elveszted azt az érdeklődést, ami benne megszületett, csak már nem tudja, hogy mi volt az, ahova bekérdezett volna, és azt hiszem, hogy itt következik a félbeszakításnak a szükségessége. Hogy én azt gondolom, hogy 3 szó után gáz belefolytani a másikba, de 3 mondat után meg inkább építő. Miért? Hogy dobáljuk a labdát, hogy ugye a beszélgetésben lehetőséged van 15 másodpercenként igazítani a kormányon, és arra felé terelni, amerre. Ez nem egy levelezés, hogy írsz 3 oldalt, hogy remélem jó egészségben találom, tisztelt uram, és utána majd ő is válaszol neked egyet 6-7 múlva, és elküldi a lovasfutárral, hanem itt lehet arról szó, hogy jó, ezt tudom, lépjünk tovább, vagy itt egy picit balra, mert itt ezt nem értettem, tehát hogy ez egy folyamatos beavatkozási lehetőség a beszélgetés menetébe. Ha ezt is monológként kezeli mindenki, mint ahogy én most egy órája beszélek már, akkor ebből szerintem a végén nem csurok ki annyi, mint jöhetett akkor volna. Szerinted nem gond a félbeszakítás? Mondom, ha egy perce beszél valaki, és érzed, hogy beléd szorul az, ami igazán érdekelt, és megmutathatnád, hogy nézd, engem ez érdekel abban, amit te mondasz, és hogyha erre figyelsz, akkor egy érdeklődőbb hallgatót fogsz találni, aki nem lesz figyelemzavaros közben. Szerintem ez hasznos. Itt van egy amplitúdó. Van a két szélső érték, és van a középérték. A középérték a bizalom. Az egyik szélső érték a bizalmatlanság, a másik szélső érték a bizalmaskodás. És érdekes módon a bizalom az ugye teljesen egyértelműen pozitív konnotációt hordoz, a bizalmatlanság egyértelműen negatív konnotációt hordoz, tehát az, hogy velem a másik bizalmatlan, nem osztja meg velem az ő traumájának, az ő lelki bajának a részleteit, az ugye nyilvánvalóan egy idegenséget sérelem forrása lehet.
míg a bizalmaskodás nincs így kezelve. Hát az van, hogy te valamennyire bizalmas voltál velem, bizalmat tanúsítottál irántam, ezért bizalom jár vissza, és amikor ezt megkövetelem, és elkezdek kvázi vájkálni, mondvá, hogy én elmondtam neked mindent, a szívem legféltettebb titkait a legkisebb részletekig, amiket te nem kértél, nem akartál tudni, én akartam elmondani neked, belőlem ez kikívánkozott, és ezt átadtam, kvázi rád terheltem, azért én most hasonló bizalmat várok vissza, és elkezdek vájkálni a te életedben, amit meg te nem szeretnél. Mert ez nem úgy van, hogy amennyi egységnyi bizalmat te tanúsítasz, annyi egységnyi bizalom jár vissza. Hanem itt ez olyan, hogy amennyit én tanúsítok, azt határozza meg, hogy belőlem mennyi kívánkozik ki, az meg, hogy te mennyit tanúsítasz, az meg függjön már attól, hogy te belőled mennyi kívánkozik ki, és ne attól, hogy én szerintem ezért a fokú bizalomért mi járna vissza. És akkor elkezdesz belemászni a másikba, ami a másiknak nem igényes, sőt, kellemetlen a számára, nem feltétlenül akarja megosztani veled, de te már annyira kiöntötted neki a szívedet, már olyan fokú a bizalom köztetek, hogy nem érzed azt, hogy ez valójában tapintatlanság, amit te csinálsz, hanem ezt a kölcsönös bizalomként éled meg, mert itt megint a kölcsönösség megkövetelése zajlik. Add ki magad nekem annyira, amennyire én kiadtam magam neked, és akkor leszünk kvittek, akkor lehetek biztos abban, hogy te nem fogsz visszaélni a bizalmammal, hisz nálam legalább annyi terhelő adat lesz rád vonatkozóan. De ha már itt tartunk, ha már ezt méricskélni kell, és kölcsönössé kell tenni, már régen rossz. Itt nem az van, hogy én azért vagyok itt, hogy segítsek neked, hanem én azért vagyok itt, hogy megszabaduljak a lelkem szemetjétől, azt rádöntsem, és ennek fejében én magam is ki akarom túrni a te kukádat, és föl akarom túrni, hogy mik vannak a mélyén, mert abból én következtetéseket tudok levonni az életedre, és abból én kvázi egy bizalmi tőkét halmozok fel, amely bizalmi tőke nekem valamilyen módon emberileg majd kamatozni fog a jövőben. Az egész mögött egy ilyen, hogy mondjam, bizalomüzérkedés, és az ahhoz tartozó spekuláció húzódik meg. Egy ilyen rossz játékelméleti taktika, hogy bedobtam valamit a telkedre, és nem az vagy léci ad ki, hanem elloptad. Ugye becsempészek egy ilyen trójai falovat, és szeretném visszakérni a kerekeit, vagy a benne tartózkodó regimentet. Nekem olyan érzésem is van itt ezzel kapcsolatban, mintha a két beszélgető fél egyaránt megpróbálná meghatározni a tranzakciónak a valutáját közösnek. Tehát az egyik azt mondja, hogy a figyelem az, a másik az, hogy a bizalom, vagy a szeretet, vagy a csönd, vagy a stílus, ahogy éppen van formája a beszélgetésnek, bármi, miközben két ország köti üzletet idézőjelben, és egyszerűen más az elszámolásnak a módja, két különböző ember beszélget, és lehet, hogy a te figyelmed a másik számára szeretetnyelv, amit te most beszélsz és adsz vele, számodra viszont nem az, hanem te majd inkább szeretnéd, ha elvégezne helyetted egy feladatot, tudod, vagy tenne valami kis szívességet, és az nem a figyelme, mert te nem ahhoz vagy hozzánőve. Ezt azért nehéz belőni. Köszönjük, hogy meghallgattatok a véleményünket, és nem szakítottatok félbe. Köszönjük türelmüket! A közízlés ma is undorral tolta a tányér szélére mindazt, amit főztünk. Megbuktunk. És legközelebb újra megbukunk. Megmaradt hallgatóinkat, Sándort, Dénest és Annát várjuk vissza itt, a Spirit FM-en, az önkényes mérvadó műsorsávjában.